Végeztek, oklevél átadó ünnepséget tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Vigyázzunk kedvenceinkre, rendszeresen cseréljük a vizet a kutyák előtt, és biztosítsunk nekik árnyékot. Honvédelmi tábor Nyíregyházán a szünidejüket töltő fiatalok többek között a küzdősportok alapjaival és a rejtőzködéshez szükséges praktikákkal ismerkedtek meg. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe hétfőn 0 órakor az egész ország területére érvényes figyelmeztetés, szerda éjfélig lesz érvényben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az idei nyár második hőhulláma alatt a hét elején már a 36-37 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet. Egy mediterrán ciklon határozza meg Európa nagy részének időjárását, a meleg forró levegő Magyarország területét is eléri. Átvették okleveleiket a Nyíregyházi Egyetem végzős hallgatói, szombaton 444-en köszöntek el az intézménytől, mellettük 24 egyetemi dolgozó, oktató és hallgató kapott kitüntetést. Teljes egészében megtelt a Kodályterem a Nyíregyházi Egyetemen. A talárok és a fejfedők a helyükre kerültek, a hallgatók és családtagjaik pedig büszkén várták, hogy a fiatalok átvehessék a dokumentumot, mely megszerzett tudásukról a tanúbizonyságot. Újfalusi Sándor búcsúzott a végzősök nevében az egyetemtől. Sándor levelező munkarendű képzésben szeretné folytatni tanulmányait, mivel elmondása szerint mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökként jelenleg is el tud helyezkedni a munkavilágában. Arról, hogy mit jelentett számára az itt eltöltött 4 év, a következőképpen nyilatkozott. Az a Nyíregyházi Egyetem, én ezt már sok helyen elmondtam, ez család, nekem ez az otthonomat jelenti, és nagyon sokan így vagyunk vele. Ez valóban nem egy nagy létszámú egyetem, de egy elképesztően családias, otthonos hely, és pont ennek köszönhető az is, hogy ennyien kapnak most diplomát, mert senki nem vesz el, mindenkinek megvan a saját kis otthona, és mindenkinek megvan a saját kis támasza is, ami nem engedi, hogy visszaessen, mint máshol ez megtörténik. A világ változik, de a tudás örökérték marad, fogalmazott Szabó Tünde. Az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztésért felelős kormánybiztos azt mondta, egyre többen választják a Nyíregyházi Egyetemet, hiszen az kimagasló regionális tudásközponttá alakult az évek alatt. Nyíregyháza egyetemi életéhez kapcsolódóan mindig örömteli részt venni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez az intézmény a jövő egyik kiemelkedő szellemi erőforrása, amely rendkívül szilárd közösséget alkot, valamint beszélő és híres, folyamatos értékteremtő tevékenységet képvisel. Habár a világ mindig változik, a tudás örökre érték marad. Közismert, hogy a nyíregyházi tanítás és a tudás és kutatás eredménye döntően befolyásolja a térségünk és hazánk nemzetközi versenyképességét. Így az itteni elhivatottság példája iránytűt jelent a fiatal generáció számára. Szeretném kiemelni, hogy a végzős hallgatók egy olyan intézménytől vehetik át oklevelüket, amelynek diákjainak nagyjából 60%-a a régióban marad és helyben találja meg a munkahelyét is. A köszöntőket követően díjazták az egyetem oktatóit, dolgozóit és hallgatóit. Az angol nyelvű előkészítő programot sikeresen elvégzett nemzetközi hallgatók is átvehették okleveleiket. Az egyetem rektora Szabó György beszédében ezzel az útravalóval engedte útjára a hallgatókat. Az üzenet az annyi lenne a következő generáció, a felnőtt életbe kilépő hallgatóink számára, hogy legyenek büszkék az itt szerzett diplomára, ne higgyék azt, hogy egy életre minden tudást magukba szívtak, tehát ez az egész életen áttartó tanulás ennek a generációnak a számára trivialitás kell, hogy legyen. Vallják is ezt nagyon sokan, akár a mi intézményünkbe, akár érdeklődési körüknek megfelelően más intézménybe. Fontos, hogy továbbképezzék magukat. Ez lenne az egyik nagyon fontos üzenet, a másik pedig az értelmiségi léttel kapcsolatos. Tehát önmagában a tudás, az, ha én kiváló informatikai, matematikai, pedagógiai készségeket sajátítottam el, de ennek az erkölcsi, morális háttere nem épült be az én személyiségembe, akkor nehéz életem lesz, meg kell tanulni, boldog életet élni, a környezetünket felemelni, tehát szinte minden
szakma, a minden szakterület, aki számára mi itt diplomát adunk ki, nagyon fontos szerepet tölt be a térség életébe, értelmiségiként a itt élőknek az életminőségét kell javítani, úgy, hogy a saját maguk teljességét is ebben megtalálják. A búcsúztatókat követően a végzett egyetemisták léptek a színpadra, és egy készfogás kíséretében átvehették a képesítésüket igazoló dokumentumot. Vasárnap 2500 négyzetméteren égett, bálázott és ömlesztett szemét Nyíregyháza külterületén Szabolcs-Szatmár-Beregi és Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltók 16 kocsival oltották a lángokat, amelyek megfékezésén még hétfőn is dolgoztak. Hétfő napközben is hatalmas erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén a tűzoltó egységek. Vasárnap délután érkezett a jelzés azzal kapcsolatosan a katasztrófa védelemhez, hogy Nyíregyháza külterületén a 403-as út mellett egy hulladéktelepen tűz keletkezett. Vasárnap délután 1000 négyzetméteren, vasárnap késő délután pedig már 2500 négyzetméteren lángolt a szemét. Nagyon sok egység dolgozott már tegnap is. Tegnap 16 járművel több mint 50 tűz dolgozott a lángok, valamint az izzások megszüntetésén. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította az oltási munkálatokat, amely természetesen a telephely üzemeltetője, a társaság is segített különböző munkagépekkel. A nagyobb testű, sötét színű, hosszú szőrű és a rövid orrú fajta kutyák viselik a legnehezebben a nyári hőséget, rájuk fokozottan érdemes figyelni a meleg napokon. Naponta többször cseréljük előttük a vizet és biztosítsunk nekik hűvös árnyékot. A nagyobb sétákat pedig időzítsük a kora reggeli vagy a késő esti órákra. A kutyák lihegéssel tudják leadni a felesleges hőt, de így csak korlátozottan tudják hűteni magukat. A gazdi kis medencével, árnyékos fával vagy a lakásba való beengedéssel tud segíteni kedvencének. A fokozott aktivitás viszont nem ajánlott ilyenkor. A lakásban használhatunk klímát a kellemesebb hőmérséklet biztosítására, de csak okosan. Fontos, hogy a kinti és benti hőmérséklet közti különbség ne legyen több 7 foknál. Persze nekik is ugyanolyan rossz lehet, amikor telibe fújja őket a hideg levegő, tehát csak ésszel. A sétáltatásnál arra kell figyelni, hogy kinek milyen fajtája van. Ugye vannak a nagyon terhelt fajták, buldogok, mopszok, esetleg a légcsőbeteg Yorkshire terrierek. Na hát nekik jó kora reggel, meg későn, amikor nincs olyan nagy hőség. Igazából ezt az alapszabályt bárkinél lehet használni. A másik pedig ugye a nagyon forró aszfalt, meg esetleg ilyen csatornafedél felületek. Ezeket érdemes elkerülni. Ugye van ez a kész szabály, hogy letesszük a kezünket, ha mi ott 5 másodpercig kibírjuk, akkor valószínűleg ők is bírni fogják. Bár idén nyáron még nem volt több napos tartós hőség, és évről évre nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikációra az állatvédők, rendszeresen riasztják őket láncon, tűzőnapon hagyott kutyákhoz. Térségünkben nem ritka, hogy a szomszédtól vagy jó szándékú állatbarátoktól kapnak bejelentést. A helyzet súlyosságától függően igyekszünk minél hamarabb a helyszínre érkezni, és hát a tulajdonos, hogyha otthon van, ez a jobbik verzió, akkor megpróbálunk nyilván vele érdemben kommunikálni, elmondani, hogy mi a probléma az ottani állattartással, mik azok a dolgok, amikkel mindenképpen ott és akkor változtatni kell. Tehát legyen ez akár a lánchossznevelés, nyilván egy árnyékos helynek a biztosítása, ami egyébként nagyon egyszerű, mert egy kifeszített lepedő is tud neki a tartási hely fölött annyi árnyékot biztosítani, hogy ne a tűzőnapon legyen. Nyilván a több ponton kihelyezett ivóvíz, ami nagyon fontos, és az, hogy ez is legyen rendszeresen napi szinten cserélve többször. Ellenkező esetben könnyen bekövetkezhet a baj. Hát, hogyha igazából hőgutát kap egy kutya, akkor amit otthon tehetünk, az általában édeskevés, de amit gyorsan meg tudunk tenni, az mondjuk egy hideg törülközőbe, vizes törülközőbe csavarás, jégakukat mellé dobálni gyorsan, aztán futás a legközelebbi állatorvoshoz, ahol ugye a hőguta az együtt jár egy sokkos állapottal, ahol keringéstámogatás, agyiödéma, ilyenek elő vannak, és ezeket mind kezelni kell. A tűző napot és az ezzel együtt járó hőséget a nagyobb testű, sötét színű, hosszú szőrű és a rövid orrú fajták viselik a legnehezebben. Rájuk fokozottan érdemes figyelni.
Tájékozódási futás, járőrverseny, küzdősportok, airsoft, álcafestés. Többek között ezek a programok várták a szünidejüket töltő gyermekeket a Magyar Honvédség által szervezett honvédelmi tábor nyíregyházi állomásán. Az elmúlt heti volt a harmadik turnusa a fiataloknak szóló nyári tematikus hétnek. Korábban a vármegyében Vaja adott még otthon tábornak két korcsoport számára. A rácázás az nagyon fontos, hogy a terepen, hogy rácázunk magunkat az adott terep viszonylag megfelelően, és ugye annak érdekében, hogy ugye belóva vagyunk, igaz, a környezetben. A katonák egyik legfontosabb rejtőzködő módszerével, az álcafestés rejtelmeivel ismerkedhettek meg a 12 és 15 éves korú gyermekek a Nyíregyházán rendezett 5 napos honvédelmi táborban. Ez csak az egyike volt a nyári szünidejüket töltő diákok számára szervezett számos látványos és hasznos időtöltésnek. Elég sokféle program van, ugye a sport miatt nagyon-nagyon sok sportfoglalkozás van, eléggé fárasztó a tábor. Volt airsoft lövészet, elsősegélynyújtási gyakorlatok, önvédelem, ugye közelharc, és nekem eddig az airsoft tetszett a legjobban. A nyíregyházi Miketz Kálmán kollégiumban meghirdetett elmúlt heti tábori már a harmadik turnusa volt a Magyar Honvédség által meghirdetett vármegyei táboroknak. Korábban Vaján szintén a 12 és 15 éves korú, valamint a 15-18 éves korú fiatalok vettek részt a tematikus héten, amely a honvédelmi alapismeretek mellett főként a sportról szól. Azért is hirdettük ezt az egészet, hogy betekintsenek a Magyar Honvédség mindennapjaiba. Ennek a tematikája, ennek az egész tábornak honvédelmi sportok tematikájú. Itt megismerkednek a judó alapjaival, katonai közelharc van nekik, különböző testnevelés foglalkozások, tájékozódó futás, járőrverseny, valamint raktunk bele egy kis harcászatot airsofttal. A vármegyében meghirdetett honvédelmi táborok utolsó turnusa ezen a héten indult el, szintén Nyíregyházán, a Miketz Kálmán Honvéd Kollégiumban. Szerdán jelentősen emelkednek a hazai üzemanyagárak, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal emelkedik, míg a gázolajért 10 forinttal kell többet fizetni az üzemanyag nagykereskedőknek. Ez az emelés a kutak áraiban is meg fog jelenni, így szerdán az alábbi átlagárakra lehet számítani. A 95-ös benzin literje 582 forintba, a gázolaj literje pedig 573 forintba kerül majd. Mintegy 4000-en vettek részt a 73. vasutas juliálison a Sóstói Múzeumfaluban. A családi napon volt főzőverseny és gyerekprogramok, valamint koncertek is szórakoztatták a jelenlévőket. A MÁV Volán csoport közös rendezvényén mindenki megtalálta a számára legizgalmasabb elfoglaltságot. A rendezvény az országban 3 helyszínen kerül megrendezésre, de a regisztrált családok jellemzően a Nyíregyházi Múzeumfaluban vannak a legnagyobb létszámban jelen. Gabányi Ferenctől megtudtuk, a szervezés már áprilisban elkezdődött. Ez a 73. juliális, és valóban a mai napon Szolnokon és Dombóváron is megrendezésre kerül a juliális, az ottani eseményeket és vasutasok és volános munkavállalók és családtagjaik látogatják. Mi, hogyha a Nyíregyházi vasutasnapról beszélünk, minden esetben a múzeumfaluban gondolkodunk, mert ennél a tökéletesebb rendezvényhelyszínt nem tudunk találni. Hagyományosan itt valósítjuk meg a mi rendezvényünket, belakjuk a mai napon az egész múzeumfalut, a portákat, a különböző tereket, és természetesen a falu központot is, ahol a színpadi produkciók zajlanak. Egy olyan családi nap ez, ahol mindenki érintett. A munkatársak nem csak egymás közt vannak, mint a mindennapokban, hanem családjaikkal együtt szórakozhatnak. Krucina Vince elnök vezérigazgató úgy fogalmazott, ezek a rendezvények szükségesek ahhoz, hogy a dolgozók kiszakadhassanak a mindennapi munkaskerékből. Abból izgalmas a mostani rendezvény, ez a rendezvényt a MÁV már közel 75 éve megrendezi, de ez első olyan év, ahol a Volán dolgozók is csatlakoznak ehhez a szervezethez. De fontos azt megemlíteni, hogy ez nem valaminek, nem egy új kezdet, hanem inkább a folytatása, hisz a MÁV Volán az 1927-ben már együtt volt, együtt dolgoztak, úgy, mint
mint lányvállalatok, úgy, mint holding, akkor is a munkatársak egy cégcsoporthoz tartoztak, és maga az, ami elindult 2014-5-ben és 2020-21-ben csúcsosodott ki, hogy a vállalat egyesült, tehát MÁV-Volán egy cégcsoportra került. Ugye a Covid miatt nem nagyon lehetett megrendezni ilyen nagy rendezvényeket, hogy az emberek összejöhettek, a napi munkából kicsit kiszakadhattak, együtt örülhettek, megismerhetik egymást, erősíthetik egymásba az elhivatottságot, a csoportszellemet, a csapatszellemet, úgyhogy összességben nem történik más most, mint ami 1927-ben elkezdődött, egy csodálatos folytatása a két szétcsoportnak. Felnőtt és gyermekprogramok is akadtak bőven. Koncertek, buborékok, bűvész és retróbusz simogató is várta az érdeklődőket. A főzőverseny eredményhirdetése után tomboló közönség fogadta Pataki Attilát, azt követően pedig a Vidám Manók húzták az apróbb talpak alávalót. Lejátszott a második felkészülési meccsét a Nyíregyháza Spartakusz. Timár Krisztián együttese az NB1-es Mezőkövesd otthonában lépett pályára, és a találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. A Spari legközelebb szerdán Kazincbarcikán játszik. Egy év szünet után ismét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks játékosa Busz Iván, a 30 esztendős irányító az előző idényben Fóton, a Megyeri Tigrisek csapatában játszott az NB1B piros csoportjában. A rutinos kosaras már elkezdte az egyéni edzéseket a Continental Arénában. Egyedül dobál az ismerős palánkra Busz Iván, aki tavaly azért köszönte Nyíregyházától, mert már nem akart az A-csoportban játszani. Aztán sem az ő, sem a cápás sorsa nem úgy alakult, ahogyan azt eltervezték, így egy év kihagyás után ismét a Continental Arena lesz a kosaras második otthona. Azzal számoltam, ezt akkor is nyilatkoztam, mondtam, hogy a civil életbe is szeretnék előrelépni, és nem szerettem volna csak a kosárdába lenni az életem. Ez nem sikerült úgy, ahogy terveztem Budapesten, illetve abban a tekintetben nem is örülök neki, hogy hazajöttem, mert ennek ugyebár feltétele volt az, hogy amit akkor is említettem, nem szeretnék már A-csoportba játszani, és a fiúk kiestek. Igazából másfél hónappal ezelőtt még szó se lett volna erről, legalábbis nekem se volt a terveimben, és valószínűleg még itt sem a B-csoportos, vagy piros csoportos csapatot kezdték el építeni, de ahogy ez a kettő találkozott, viszonylag hamar egyezkedtünk Mohával, Mohácsi Mátéval, és igazából onnantól, hogy ajánlatot tettek, eléggé kezdett hazahúzni a szívem, úgyhogy most vágunk nekik a következő szezonnak. A Nyíregyháza az elmúlt két idényt az A-csoportban töltötte. Ez alatt az idő alatt az NB1B piros csoportjában némileg átrendeződtek az erőviszonyok. Az előző két év az lehet, hogy az egyik legerősebb piros csoport volt, amióta van ez a szisztéma. Egyre kompetitívebb lett, egyre több magyar játékos vállalatott szerepet, aki előtte mondjuk A-csoportban pallérozódott. Idén úgy érzem, hogy lehet egy kicsit átmeneti év lesz azokban a tekintetekben, hogy jövőre megszűnik a fiatal szabály az A-csoportban, az 23-as szabály, ezért már egyre többet számolnak azzal a klubok, hogy lehet nem kell majd a fiatal játékosnak olyan szerepeket adni, ergo azok a játékosok, akik mondjuk most éveket töltöttek a piros csoportba, de lehet nagyobb rutinnal rendelkeznek, mint egy fiatal, lehet meg fel őket környékezni, és vissza is fognak térni az A-csoportba. Ezért nagyon sokan kivárnak, én azt látom így a játékos piacon. Bár a felkészülés csak augusztus elején kezdődik, a visszatérő kosaras már rendszeresen bejár a csarnokba. A végén a szezonnak én szeretek kicsit kikapcsolódni, és az utóbbi hetekben nem is nagyon volt előtérben a kosárlabda, meg így a kondicionálás, viszont azt is előtérbe helyezem, illetve ahogy korosodok, hogy ne úgy érkezzek a felkészülésre, hogy van rajtam plusz 10 kiló, és nem mozogtam 3 hónapja, úgyhogy szeretem szépen lassan felépíteni, és elkezdeni minél jobban hangolódni, felkészülni a felkészülésre, így szoktam fogalmazni. Busz Ivánt és az új idényre készülő nyíregyházi csapatot először szeptember 7-én és 8-án a Sitkú Ernő emléktornán láthatják majd a szurkolók. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. 444 oklevelet adtak át szombaton a Nyíregyházi Egyetem oklevél átadó ünnepségén. Az eseményen továbbá 24 egyetemi dolgozó, oktató és hallgató kapott kitüntetést.
Az egyre forróbb napokon érdemes átütemezni a kutyasétáltatást is, alkalmazzuk a kéz szabályt, mely szerint ha 5 másodpercig a talajon tudjuk tartani mi emberek a kezünket, akkor a kutya is bírni fogja. Rendszeresen cseréljük a vizet kedvenceink előtt, a kertben tartott ebeknek pedig biztosítsunk árnyékot. Korábban a Bajai állomásáról már hírt adtunk, ezekben a napokban pedig Nyíregyházán van a Magyar Honvédség által szervezett sporttábor. A vakációjukat töltő fiatalok tematikus hete főként a sportra összpontosul, megismerkednek a küzdősportok és a tájékozódási futás alapjaival, emellett pedig a rejtőzködés praktikáit is elsajátítják. Július 10-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden sok napsütésre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék az ország nagy részén nem lesz, legfeljebb az északkeleti, esetleg a délnyugati-nyugati határszélen alakulhat ki záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 30 és 34 fok között valószínű.